vesztheti el a labdát. Ehhez képest odaadta az ellenfélnek. Támad a Paks. És most gyorsul fel a támadás Fiola révén. Kulcsár ér hátra, Balást gyötri. Fiola viszi el a labdát aztán. Vajer. És indul Huszics is. Barci. Huszics elől elféli. Között is. Jó volt ez a szóló, és a passz is jó. Uzoma teszi középre. Na ez most végre egy jó elképzelés volt legalább. Egy rossz labda átvétel Pálótól. Fiola. Iger. Neki, hogy gyorsan kell, hogy járassa a labdát, mert ketten támadták, meg Kecskés nyúl alá. Fiola fejese, és Sipeki. Aki most már helyre jött. Lázok. El tudott menni Alempievics, ő pedig eladja. Lázok. Egyelőre les határon mozog Tököli, ezért jó ütemben lépett oda. És Besics akárcsak az előbb óriási lendülettel viszi előre, aztán rosszul passzolt Bödéhez. Jön viszont az ellentámadás. Ez sárga lap. Jobban a győzelmet, és kikoncentrál végig megfelelően. Hangsúlyozta egyébként Nikolic és Paula Souza is, hogy óriási különbség az Eto elleni mérkőzés. Azzal, hogy hátra húzódott, aztán Józsi indított, ez a labda viszont nem jutott el Bödéhez. Barta. Ez most ügyes labdajáratás Paksi oldalon, csak... Az ma is látszik, hogy nagyszerű erőben van, tényleg mindenhol feltűnik, nagyon sokszor. Most meg is kapja Vasiljevics. Kis területen a játék, Vasiljevicset arrébb teszik, és ketten elveszik tőle. Ezért nehéz üres embert találni. Fiola, a védőknek is be kell majd lépni a játékba. Lázok. Kis Máté csúsztatása, Szabó. Bori. Szép támadás, Fiola. 7 kísérletből 3 gól. És ki tudja, hogy ez, hogy most nem jöhetett, nem itt jelent, mert megint elindulnak a Paks. Jenner pedig a jobb oldalon, Szomália kapná a labdát, egy picikét hosszú az átadás, sikerült közbelépni. Lázok szabadrúgása, élesen, gyönyörű volt! A minden itt milyen szép gól! Itt van Lázok szabadrúgása. Én úgy látom, hogy legfeljebb les lehetett. Úgy gondolom, de hát ez így jó. Bajnoki pontokért zajlik a meccs. Nagyon szép becsúszás. Fiola rúgta el Diaby elől. Szöglet jön. Különösen nagy teher hárul most Fiolára vagy Igerre a védők közül, ugye egy az egyben maradnak ott a kis résen volt. Elpattan a labda Csernyánszki előtt, Nikolic gólhelyzetben, most már nem. Az alapvonal felé... Józsi, Böde fordulna rá, Böde még mindig, és még mindig Böde, és megint belállnak a lő. Jó labda Szomáliának, Szomália sarokkal tette tovább, és megint beleállnak Böde lövésébe, most már második a... Oliveira. Oda vetődik. Kucsár mellett vitt el. Böde. Orosz. Kitűnő szerelés volt a vezető. Csukics. A partjező beintette a lest. Böde. Fiola szerelt. Lendületesebbek a kaposváriak most is. Azt már talán fölösleges volt megtolni, mert Harunál ott a lett. Lovrics. Lanzafame. Fiola. Farkas jól tolja meg. Gyönyörű szerelés Fiolától. Most Varga verseny futás. Varga 16-oson belül.
és még kint sincs a labda. Stessik. Fiola. Horváth. Arról hát nem tudják megállítani Barta nyomában. Fiola aztán jó ütemben keresztezve. Éger. Döde kapta és belepörgetett egyet. Csukics birkózik még mindig. És tartja a labdát. Némi segítségre szüksége lenne Csukicsnak, de hát nem jött a segítség, Bori. Ezzel kapcsolatban csak annyit nyilatkozott a Nemzeti Sportnak Horváth Ferenc, hogy fegyelmezetlen volt, Völgyi megszegte a házi rendet, és pedagógiai okokból határozatlan ilyen. Viola. Jó indítás volt Tököli. Az ajánlatra, amit elétettek. Pont abban az évben nyert Magyar Kupát. Kell, hiszen egy végzetes lehet. Fiola indít, Szabó üresen a bal oldalon. Nélkül. De a kis lehetőségekben sem dúskálunk, tegyük hozzá. Bori. Attilát váltotta, mondván, hogy nem látták biztosítottnak a kitűzött célok teljesítését. Jött ismét Pintér Attila, akivel bajnokságot nyert a csapat. De elmondta Csertő Jaurél, mindenki tudja róla, hogy győri, viszont ez a mérkőzés sem jelent más, csak az, hogy egy lehetőség három. Megmutatta magát, de egyelőre a bajnoki keretbe gyagya nem került be. Fiola csúszik oda közben. Stressik mehet el, de gyors részből. Szépen lábról lábra vándorol győri részről a labda, legalábbis eddig a pillanatig így történt. Stressenvarga remekül csinálta, Kamber jön hatalmas lendülettel, és túlcselezte magát érzi jobb oldalon. Trajkovics lenn is marad a földön, ez szép belépő volt, dobás. Most 10 NB1-es meccse van, ebből az egyik az előző fordulóban a Videóton elleni, előtte ugye értelemszerűen volt 9, ezeket Tatabányán védte 2008 tavaszán. Elek csúsztatta ki a labdát. Jól előbb ért oda, mint Huszics. Sok paksi jött előre most a támadással. Szomália. Fiola figyel, és nagyon szépen meg is oldotta a gondot. Dóli. Hiszen ő lépett ki, hogy emelkedjen az ászló. A hosszú indítással most már Fiola és Kabátbi belődik. Egyébként itt van, de itt van Wagner László is, tehát csúcsvezetés is figyeli Német teljesítményét eddig. Nagyszerű a jelenet. Nál indul el, sokat ígérően a visszagurításra érkezik még Kismáté, ő azonban már rosszul teszi tovább a labdát, és most aztán indulnak a paksiak, és itt most több lehetőség is van. Böde, Fiolával, Böde most már kedvezőbb helyzetben, Fiola nem fér a labdához, de azt megakadályozza, hogy Böde középre tegye. Vernes. Fiola mellett húzza, és Fiola ér hozzá. Hányban, ami esélyt nyújtana az esetleges egyenlítésre. Szöglet. Fiola lábáról került ki a labda, ő azt mutatja, hogy esetleg visszarúgta. Elé csúsztak, de így lesz igazán veszélyes. Szép becsúszás Fiolától. Eltiltás. Így ember hátrányban, és persze gól hátrányban. Dudás. Ennél hamarabb várta a labdát, alig hanem Dudás. Trajkovics mögül pedig megemelkedett Éger. Szép a mentés, aztán középről. Barta. Fiola kapja, és megint jön előre Szabó a bal oldalon, nagyon aktív. Kabát Éger szereli. Szabó. Sváron. Kajer. Gurgurítja hátra Csernyánszkinak. Ami egyébként a két csapat
elmúlt időszakban játszott mérkőzéseit, illeti egymás ellen játszott mérkőzéseit. Össze a 14. Csak hát ugye nem biztos, hogy az a baj, hogy itt személyi cserék ellenek. Össze kell, hogy kapja a csapat. Iger. Fiola. Csattant a boka, minden esetre mehet tovább elő.